Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Fishing Force csatornáján, ahol horgás zsinór és egyéb apró cikkek tesztjeit láthatjátok. Én Orsos László vagyok. Cast King Super Power 4 számos fonott horgás zsinórja egy visszafogott megjelenésű papírdobozban érkezik, amelynek oldalán egy kis betekintő ablakon keresztül látni a zsinór. Én a jobb láthatóság érdekében kék színűt rendeltem az AliExpressről. A hátoldalon némi marketing szöveg és az elérhető mérettáblázat található. A dobozban rejlő közepes méretű spullira feltekerve érkezik a 4 szálas fonott zsinór, jelen esetben 300 méter. Az első benyomásom, hogy a névleges mérethez képest kissé vastagabbnak tűnő zsinór felülete nem kapott különösebb bevonatot, ezért érezni a fonotra jellemző némi felületi egyenletlenséget. Ennek jó eséllyel hangja is van a horgászbot gyűrűjén való súrlódáskor. Egyébként egy kellemes, kissé merev, jól kezelhető és jól csomozható zsinórnak mondanám. Az áztatás során kissé beszínezte a vizet. Ebből és az interneten fellelt véleményekből a zsinór színének vakulására lehet számítani, amelyet a zsebkendőn hagyott festék nyom is alátámaszt. A mikroszkóp alatt látható kép sajnos elég lelombozó. A zsinort laza, egyenletlen fonat kép jellemzi, nagy átmérő különbségekkel. Itt-ott látható szárnyi húzódás. Ezek sajnos negatív irányba befolyásolják a fonott zsinór tulajdonságait. Már a kicsomagolás során éreztem, hogy a zsinór vastagabb a névleges értéknél, de ezekre az értékekre azért nem számítottam. A hét párhuzamosan futó szálon eloszlik a mérőpofák nyomása, így kevésbé lapítják el a fonott zsinort. Középen egy mérés látható, csupán a szemléltetés miatt, ahol egy szál kerül a mérőpofák közé. Ezzel a technikával jóval alacsonyabb értéket nyerünk, de még így is duplája a névleges méretnek. A részeredmények sem lettek jobbak. A viszonyítás kedvéért mutatok egy képet. Fent egy mért, 0-20-as monofil zsinór, alól pedig a tesztben szereplő Cast King fonott zsinór látható. Itt azonnal kitűnik, hogy a fonott zsinór legvékonyabb része lehet körülbelül 0,20-as méret. A szélső értékek, illetve azok alacsony szórása sajnos megtévesztő, hiszen a mikroszkóp alatt látható volt a zsinór átmérőjének egyenletlensége. Azonban a mérés technikájának és a széles mérőpofáknak köszönhetően ezek a csúcsértékek jelentősen tompulnak. Fonott zsinoroknál a memóriával nem igazán szoktunk számolni. Azonban a dobások során adódhatnak kellemetlen élmények a dob tehetetlenségének és a zsinor memóriájának köszönhetően, ha a horgász hibázik vagy nem elég tapasztalt. Mint azt tudjuk, a kövek és kagylók nem barátai a fonott zsinórnak. Így van ez a kopás állosság teszthez használt 120-as szemcse méretű csiszolóvászonnal is. Hamar megbosszulja magát egy-egy szál kihúzódás, vagy egyéb apró sérülés. Mivel bevonat nincs a Super Power zsinoron, így az sem járul hozzá a magasabb érték eléréséhez. A részeredmények szórása kicsit magas, de személy szerint én rosszabbra számítottam. A mért átmérő tekintetében az a minimum, hogy a szakító szilárdság teszt eredményei elérjék, de inkább felülmúlják a névleges 5,44 kg-ot. Egy valójában 0,10 mm-es jó minőségű fonott zsinór egyenes vonalú szakító szilárdsága körülbelül 3-3,5 kg. Az itt látható értékek a mért átmérőt figyelembe véve egy közepes minőségű fonott zsinort jellemeznek. Szárazon kissé magas a részeredmények szórása, de áztatás után ez szépen kisimul. A
Az átlagos minőségű fonott zsinorok csomótűrő képessége körülbelül egyharmada az egyensúlyon szakító szilárdság értékének. A Cascading Superpower zsinórjánál ez a papírforma szinte gramra pontosan beigazolódott. Itt is jobban működik nedvesen a zsinór, de a részeredmények szórása a fonat minőségének köszönhetően kicsit magasabb. Ahogy az várható volt, a Cascading Superpower zsinórja nem süllyed. Szárazon átlagosan felúszó, azonban áztatás után lassan felúszó tulajdonság jellemzi. A fonott zsinórok átmérő meghatározásának tekintetében igen nagy szerepe van a súlynak. Ez képezi az alapját a PE-szám besorolásnak, de erről majd egy másik videóban. Tehát egy PE-04-es fonott zsinór súlya méterenként körülbelül 0,9 g. A súly alapján ez a zsinór PE1,5, PE2.0-as. Ezt a már bemutatott vizsgálatok is alátámasztják. A táblázatban látni az eddigi vizsgálatok részeredményeit és átlagértékeit. Mielőtt bárki is ilyen-olyan véleményt alkotna, készítettem egy összehasonlítást a Cascading Superpower és a már tesztelt, Magyarországon is forgalmazott, népszerű márka fonott zsinórjával, ami nem más, mint a szintén négyszálas és azonos névleges átmérővel rendelkező Nevis Nitro Spin fonott horgászsinór, melyről a teljes teszt videó megtalálható a fonott horgász zsinór tesztek lejátszási listában és a leírásba is beteszem. A végére pedig a már jól megszokott képdiagram. Kiemelném, hogy az adatpontossági ranglista nem a legjobb, hanem a névleges adatokhoz képest a legpontosabb zsinort hivatott megmutatni. Fajlagos szakító szilárdság egy számított érték a mért átmérő és a mért egyenes vonalú szakító szilárdság alapján. Így könnyen kiolvasható a horgászsinór maximális terhelhetősége egy négyzetmilliméterre vonatkoztatva. Köszönöm, hogy itt voltál, és végignézted a videót. Lájkolással, megosztással és a leírásban található affiliate link használatával támogathatod a munkámat. Hozzászólással pedig hangot adhatsz a véleményednek, akár a tesztelt zsinórral, akár a videóval kapcsolatban.